Gondolkoztál már azon, hogy milyen lenne elveszíteni a munkád, a barátaid, a vagyonod, az otthonod? Mindent, amiért küzdöttél, amit felépítettél? Hogy milyen lenne nulláról kezdeni? Sziasztok, itt Karen, és üdvözöllek titeket a csatornámon. Ricsivel nemrég összeházasodtunk, aminek örömére majdnem egy hónapot Portugáliában töltöttünk. Az utunkat jellemzi, hogy magabiztosabban vettük meg a repjegyet az odaútra, mint a visszaútra. Végül azonban annyira nem tetszett meg azért az ország, hogy oda költözzünk, annyira viszont igen, hogy YouTube videókat készítsek róla. Amik leginkább engem szórakoztatnak, de hát ez sohasem zavart igazán. Az előző részben összegyűjtöttem néhány nem is értem, hogy lehet ez dolgot Portugáliáról, most pedig mélyebbre ásunk, és a fővárost, Lisszabont ismerjük meg. Lisszabon ugyanis egy kész példakép, amit a saját romjaira építettek fel. De ne szaladjunk ennyire előre, nézzünk néhány alapadatot, mielőtt felszakítjuk Lisszabon lelkisebeit. Mivel Portugália nagyságát is Magyarországhoz viszonyítva mutattam be, ezért maradok ennél Lisszabon esetében is. Bár a két ország hasonló méretű, a fővárosok már nem annyira. A portugál főváros ugyanis kb. Félmilliós népességgel rendelkezik, ami elsőre nekem amúgy elég kevésnek tűnt. Ott helyben viszont egyáltalán nem tűnt kicsinek a város, rengeteg ember járt-kelt az utcákon, amit valahogy nem tudtam összeegyeztetni a hivatalos számokkal. Ha itt elvileg nem lakik sok ember, akkor ezek kik? Ahhoz, hogy megértsük Lisszabon jelenlegi életét, meg kell ismernünk a múltját. Ide jöhetne valami borzalmasan elcsépelt idézet, valami olyasmi, hogy ne ítélj el senkit addig, amíg nem élted át azt, amit ő. Mert Lisszabon egy harcos. Ezzel a várossal megtörtént a legrosszabb, és Lisszabon bazd meg felállt belőle. Bocsánat, felzaklattam magam. Történetünk 1755. november 1-én játszódik. Délelőtt 9:30-kor egy kisebb földrengés rázza meg a várost. Ijesztő, de különösebb tragédia nélkül elmúlik. Néhány perc múlva megérkezik azonban a második hullám, ami Lisszabonnak a végkezdetét jelenti. Mai becslések szerint ugyanis ez a földrengés kb. 9-es erősségű lenne a Richter skálán. Ha ezt így önmagában nem érzed elég drasztikusnak, akkor mutatok egy lazább földrengést. Ó, te jó ég! A föld tehát megindult, és nagyjából 4-6 perc alatt 5 méteres szakadékokat hozott létre az utcán. Épületek omlottak össze, az emberek menekülni próbáltak, már aki tudott. Mert emlékszem, milyen napon történt mindez, ugye? November 1-e. Minden szentek. Égő gyertyák százai az emberek otthonában és a templomokban. Gondolom már sejtedni következik. A gyertyák eldőltek, és konkrétan egy tűzvihar alakult ki, ami órákon át pusztított, és akkorára nőtt, hogy a tőle 30 méterre álló embereket is megfojtotta. És ha azt gondolod, hogy ezt nincs hova fokozni, akkor tévedsz. A földrengés után kb. 40 perccel ugyanis jött a harmadik felvonás, a cunami. Ez az a pont, ahol azt kívánom, hogy bárcsak kitalált lenne ez a történet. De nem az, és ennek a pusztításnak Lisszabon a mai napig viseli a jegyeit, és valószínűleg még éveken át fogja is. Több tízezer ember veszítette életét, és a város legnagyobb része úgy dőlt össze, mint egy kártyavár. Romok és élettelen testek mindenhol. Na ebből álljon fel, aki tud. Mikor erről a tragédiáról először hallottam, rögtön két dolog jutott eszembe. Az egyik, hogy hogyan nem tanultam én erről iskolában. A másik pedig, hogy Lisszabonnak a teljes összeomlásból kellett felállnia. Tulajdonképpen átélte azt, amitől egy kicsit mindenki fél, hogy elveszít mindent, amit felépített, amiért dolgozott, és a nagy kerek nullától kell újrakezdenie az életet. Olyan sokkoló élmény lehetett, hogy az akkori portugál király, aki a földrengés után érkezett csak a városba, meglátta Lisszabon állapotát, megfordult és elmenekült. Nem idegen népek elől, nem egy járvány elől, hanem a romokban álló város látványa elől. Jó, ez így nem hangzik túl bátor tettnek egy uralkodótól, de őszintén, egyrésztről meg tudom érteni. Senki sem akar mindent elveszíteni. A veszteségeknél nem csak a tárgyakról van szó, mert azok pótolhatóak ugyanúgy, ahogy egy munkahely is, hanem az időről, az energiáról, az igyekezetről, ami benne volt. Hogy mennyi mindent megtettél, hogy elérd a vágyott pozíciót a munkahelyeden, hogy mennyit tanultál azért az ösztöndíjért, hogy mennyit dolgoztál, hogy tiéd legyen az az autó, amire gyerekkorod óta vágysz. Elveszíteni azt, amiért küzdöttél, amiért kitartó voltál, amiért lemondtál más vágyaidról, nehéz. És nem tehetsz ellene semmit, mert megtörténhet.
bármikor. Elsőre elönthet a tehetetlenség érzése, a gondolat, hogy feladod. Hogy nincs értelme küzdeni, mert az élet egy mozdulattal húzhatja ki a talajt a lábad alól, akkor, amikor csak kedve tartja. Nincs tekintettel az érzéseidre, az igyekezetedre, a szándékaidra, csak cselekszik. Mert ez a hobbija. Talajok kihúzgálása emberek lába alól. Jó szar hobbi, mondhatom. Szóval el tudom képzelni, hogy milyen lelkiállapot uralkodhatott Lisszabonban és az emberek szívében, amikor látták a földdel egyenlővé válni az otthonukat. Szóval ott állsz az életed közepén, minden pocsék, nincs benned motiváció, és még a galambok is fészket raktak az erkélyed fölé. Hülye galambok. Mit teszel? Felállsz. Mármint nyilván először sírsz, okolod a világot, depizel pár napot, de utána felállsz. És hogy hogyan lehet felállni egy mélypontból, arra Lisszabon a legjobb példa. Szinte a teljes várost újjá kellett építeni, amit nehezített, hogy mindenhol összeomlott épületek és halott emberek voltak. A holttestek viszont nem maradhattak sokáig az utcákon, mert ez megágyazott volna a járványoknak, és a még életben lévőket is veszélybe sodorta volna. Ezt a problémát egy talán megkérdőjelezhetőnek tűnő döntéssel oldották meg. Megpakoltak hajókat törmelékekkel és holttestekkel, kiküldték a nyílt vízre, és hagyták elsüllyedni. Ahogy mondtam, ez megkérdőjelezhető döntésnek tűnik, viszont szerintem nagyon jól példáz egy fontos dolgot. Amikor krízishelyzetben vagy, gyakran olyan dolgokat is meg kell tenned, amiket normál esetben nem tennél meg. És ennek a szükségességét akkor látod legtisztábban, amikor ott vagy a szituációban, és élesben kell döntened. És ha látod, hogy mit kell tenned, hogy mi az, ami tűzoltásként segíthet, akkor lépd meg, függetlenül mások véleményétől. Egész egyszerűen azért, mert egy rendkívüli helyzet megkövetelhet rendkívüli válaszokat, és bár ezeket kívülről könnyű értékelni, könnyű ítélkezni fölöttük, amikor ott vagy bennem, nagyon is kemények tudnak lenni. A lisszaboniak tehát meglehetősen sok holttestet és törmeléket elsüllyesztettek, viszont még így sem sikerült mindent, mert hát rengeteg volt belőle, úgyhogy az új Lisszabont kvázi a régi fölé építették. Ennek köszönhetően az építkezésekkor rendszeresen találnak meglepetéseket a föld alatt. Például, amikor ennek a föld alatti parkolónak készítették elő a helyet, egy hajót találtak. Ja, a szárazföldön. Az újjáépítéskor viszont már előrelátóbbak voltak a lisszaboniak, és a talajba, valamint az épületek falaiba olyan faszerkezetet építettek be, amely egy ehhez hasonló földrengés esetén sokkal rugalmasabbá tenné a házakat. Az más kérdés, hogy ezek a fák úgymond egyszer használatosak, tehát összesen egy alkalommal bírnának ki egy nagyobb földrengést. Javaslom a lisszaboniak számára a B-terv kidolgozását. Ezen kívül szélesebb utcákat hoztak létre, és persze mi hozzá vagyunk szokva a Sonzelizékhez meg az Andrássy utakhoz, viszont a 18. században ez a városkép kifejezetten szokatlan volt. A széles utcák rendeltetése az volt, hogy egyrésztről könnyebb legyen menekülni egy természeti katasztrófa esetén, másrésztről, hogy az épületek összedőlésekor bizonyos időközönként megszakadjon a dominó effektus. Emellett az építkezésre is hatással volt a földrengés, mert hogy megváltozott az épületek alakja. Korábban a felső emelet kinyúlt az utca fölé, aminek következtében instabilabb lett az épület, és könnyebben dőlt el oldalra. Az újjáépítéskor már jobban odafigyeltek arra, hogy a súlypontot úgy helyezzék el, hogy a házak stabilabbak legyenek, és nagy erkélyeket sem építettek, ugyanezen oknál fogva. A másik furcsa, szerintem nem teljesen indokolt döntés az volt, hogy egyetlen mérnököt bíztak meg az új épületek megtervezésével. Ennek köszönhetően Lisszabon jelentős részén egyformák az ablakok. Nem mondanám, hogy egyedi, de hát na, krízishelyzet. A lisszaboniak tehát úgy kezdték újra az életüket, hogy tanultak a hibáikból, és a fejlődésre helyezték a hangsúlyt. És tudom, mire gondolsz, a tanulj a saját hibáidból egy ezerszer hallott mondat, aminek a megvalósítása a gyakorlatban sokszor minden, csak nem könnyű. Persze elméletben tudjuk, hogy mit kellene tennünk, de a valóságban az igazán nehéz helyzetekből valami pozitívat kihozni, az egyáltalán nem tűnik egyszerűnek. Lisszabon viszont szerintem egy kiváló és követendő példa, mert még hogyha egyforma ablakokkal is, de nekik sikerült. Ó, és még egy érdekesség, ami engem nagyon megmosolyogtatott. Az egyetlen városrész, ami szinte érintetlen maradt a földrengés, a tűz és a cunami után, a piros lámpás negyed volt. A neve Alfama, és ma is pontosan ugyanúgy állott, ahogy sok száz évvel ezelőtt. Szűk kis utcácskákkal van tele, amiknek a legnagyobb része nem is szerepel a Google Maps-en, annyira összegabajodnak.
Gondolj bele, hogy Európa egyik fővárosában le tudsz menni a Google Maps-ről. Durva! A videó elején utaltam rá, hogy meglepően alacsony a lisszaboni lakosok száma, mégis sok embert láttunk az utcákon. A város egy része a 18. század előtt épült, és ugye nagyon nagy része a 18. században, ami hát így is meglehetősen régen volt. Ez az épületeken is látszik, viszont a lisszaboni embereknek nincs elég erőforrásuk azért, hogy felújítsák ezeket az épületeket. Az egész felújítás témát bonyolítja, hogy Lisszabon alatt ott van a régi Lisszabon, tehát bármit is találnak a föld alatt, az bonyolítja az egész folyamatot. Tehát az átépítés drága, hosszadalmas lehet, és épp ezért a belvárosból nagyon sok lisszaboni kiköltözött a szomszédos városokba és falvakba. Akiket pedig mi láttunk, azok külföldiek, akikből hihetetlenül sok volt Lisszabonban, szinte megduplázzák a város népességét. Lisszabon tömérdek érdekességet tartogat egyébként a látogatók számára, kezdve a natától, ami a legnépszerűbb desszert, és amit annó szerzetesek készítettek el először, vagy beszélhetnénk akár városon kívüli csodákról, mint például Sintra, ami egy falu, és konkrétan a világ legszebb települése. Legalább 6 palota van ott, könyörgöm, 6 költözzek be az egyikbe. Összességében tehát, hogyha egyszer Portugáliába visz az utad, akkor feltétlen látogass meg a fővárost, mert azon kívül, hogy nagyon változatos programok és lehetőségek vannak ott, a történelme is nagyon tanulságos szerintem. Úgyhogy köszönöm Lisszabon, hogy megmutattad, tökösen is lehet kezelni krízis helyzeteket. Nem állítom, hogy én is ilyen hatékony leszek mostantól, de legalább tudni fogom, hogy mit kéne tennem. Az is valami, nem?